Tíz év után ma ismételten pályára léphet magyar játékos, majd a Premier League-ben a Boxing day december 26-án a karácsonyi fordulóban. Mivel Kerkez sérült így a Bournemouth mérkőzésen végül mégsem lesz sajnos magyar érdekeltség, de a Burn Liverpool találkozó, amely 18.30-tól kezdődik, igen, ahol Szabosszai Dominik pályára léphet majd a Liverpool mezében a Burnley ellen. Mi pedig most összegyűjtöttük azokat a mérkőzéseket, ahol bizony volt magyar érdekeltség korábban a Boxing day -en. 2004-ben a West Brom a liverpool fogadta, és Gera Zoltán csereként pályára lépett a West Bromwich Albion együttesében, azonban a találkozót nagyon simán 5-0-ra nyerték meg a vörösök. Érdekesség, hogy két nappal később, december 28-án egy mérkőzésen három magyar is érdekelt volt, hiszen a Tatanem a Crystal palace fogadta, a hazai a kispadján Fülöp Mártonult, míg a Crystal Palace-nál Sándor szintén a kispadon foglalt helyet, viszont a vendégcsapatban Király Gábor védte a vendégek kapuját. Egy évvel később Gera Zoltán a Manchester United ellen karácsonyozhatott, hiszen a United vendége volt a West Brom, amely 3 0 ereséget szenvedett az Old Fordon. 2006-ban ismételten egy top csapat ellen láthatunk egy magyar játékost, méghozzá Priskin Tamás személyében, aki a, aki a Watford Arsenal mérkőzésen lépett pályára, és az ellen az Arsenal ellen, amely abban az idényben, abban a naptári évben, ugyebár bajnokok ligája döntős volt a Watford végül 2-1-es kettőgye, arányban elveszítette ezt a mérkőzést. Egy évvel később 2007-ben a Tatanem Aston Villa mérkőzésen király Gábor árt a Birminghamiek kapujában, ám a Spurs 2-1-re nyert, 2009-ben viszont egy olyan boxing rendeztek, amely magyar szempontból is egy nagyon emlékezetes karácsonyi forduló volt, és hát a Fulham, amelyben Gera Zoltán szerepelt, nagyon simán 3-0-ra legyőzte a Manchester United-et, így végre egy magyar érdekeltségű csapat is nyerni tudott a boxing valamint Fülöp Márton csapata, a Sunderland, szintén három gólt rugott a másik Manchesteri csapatnak a Citynek, ám ők 4-3-as vereséget szenvedtek az Etihadban. 2010-ben a Fulham West Ham találkozón Gera végig a pályán volt, ám a West Ham 3-1-re nyert, míg 2012-ben a QPR 2 es vereséget szenvedett a West ez pedig azt jelentette, hogy Gera Zoltán egy győztes csapatban lépett pályára a Fulham után most a West a 2012-es Boxing day -en. És 10 éve 2013-ban volt arra utoljára példa, hogy magyar játékos játszott december 26-án a Premier League-ben, akkor Gere Zoltán kezdőként 77 percet kapott a Spurs elleni bajnokin, amely egy egyes döntetlennel végződött. Azóta egyedül 2015-ben Bogdán Ádám tudott keretbe kerülni, de akkor a kispadon figyelte, hogyan a Liverpool legyőzi a Leicester city a Boxing de ma bízunk benne, hogy azért Szoboszlai ott lesz a pályán a Liverpool csapatában a Burnley ellen. Összesen négy különböző játékos lépett eddig, eddig pályára a magyarok közül a Boxing de reméljük, hogy ez a szám tovább nő majd. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és hát folytatjuk majd a héten lassan most már ugye az évösszegző top toplistákkal illetve majd ugye lesz egy szilveszteri műsor is. Úgyhogy jó meccs aki követni fogja a Boxing én mindenképpen itt a mai napom, és majd találkozunk holnap. Sziasztok!